Üdv mindenkinek! Itt Riot Arville a játékos támogatástól. Amennyiben úgy érzed, hogy valaki kifárasztással sújtotta az internet kapcsolatodat, akkor lehet, hogy magas csomagpuffereléssel van dolgod. A csomag egy adathalmaz szelete, amelyet az internet szolgáltatódon keresztül küldesz el vagy fogadsz. Például amikor a W-gomb megnyomásával sötét anyagot zúdít a Steam óra, egy csomagot küldesz a Riot szerverének, amellyel azt üzened, hogy semmisítsd meg Teemo-t. Egyszerre csak egy bizonyos mennyiségű csomagot tudsz elküldeni az internet szolgáltatódon keresztül, és ha meghaladod ezt a limitet, csomagpufferelés következik be, amely belassulást okoz. Gondolj erre úgy, mint az autókra egy autópályán. Ha túl sok van belőlük, bizony dugóba kerülsz. A csomagpufferelés megszüntetéséhez zár be minden olyan programot, amelyre nincs szükséged, és amelyek leterhelhetik az internet csatlakozásodat a légjáték során. Például a videó és zenei streaming szolgáltatásokat, valamint a peer-to-peer fájlátviteli szoftvereket. Előfordulhat, hogy automatikusan frissülő programok, mint például a vírusírtók, az iTunes és a Steam töltődnek le éppen a háttérben, anélkül, hogy tudnál róla, ezért fontos, hogy alaposan megnézd ezeket. Az olyan kommunikációs eszközök, mint a Skype, Ventrilo és TeamSpeak fontosak az idézőtársakkal folytatott egyeztetések során, azonban hozzájárulhatnak a számítógépeden az intenzív csomagpuffereléshez is, mivel továbbítják az édes tűzparancsaidat. Van pár módosítás, amelyet ha elvégzel a Leak programban, hozzájárulhatsz a probléma mérsékeléséhez. Nyisd meg a frissítő programodat és kattints a beállítások gombra, a fogaskerék ikon a felső jobb sarokban, kapcsold ki a peer-to-peer fájlátvitelt. A 4.18-as frissítés óta a League nem használja a Pando Media Booster programot, amely korábban segítette a játékosokat a frissítések letöltésében. Amennyiben ez a program még telepítve van a számítógépeden, akkor távolítsd azt el. Mostanra csillagos ödös tudással rendelkezel a csomagpufferelésről és annak megelőzéséről. Reméljük, hogy ez a videó segített megoldani a problémát, ha esetleg mégsem, látogass el a weboldalunkra.